Figyelem, a következő videó nem saját felvétel. Osu! Hatalmas üdvözlettel köszöntök mindenkit ebben a csodálatos játékban, amit úgy hívnak, hogy Osu! Meg zene. Ami jó. Ez az Osu. Mit lehet róla elmondani? Ez egy ritmusjáték, nem is akármilyen ingyenes, tehát letöltési link valószínűleg lesz a leírásban. Nagyon szuper. Ami ingyenes, az általában szarszagot lenni, de ez valahogy kivétel, hiszen én is sosem beleöltem több mint 10 napot talán. Na jó, az azért annyit nem biztos, de valami ilyesmi számmennyiség van benne. Ami egyébként ritkán szoktak ingyenes játékok lekötni, de ez az egyik, ami leszakott. Na most, a lényeg a játéknak, hogy ingyen elmagyarak. Gyorsan ezt megjelítjük, ezt a zajt. Szóval, a játékoknak egyébként van 4 játékmódja, a Mania, a Catch, a Taiko és az Osuba Sima. Mi az Osuba fogunk foglalkozni, hiszen a játékos bázis nagy része is az Osuba-val foglalkozik, nem pedig a többivel. Na tehát, meg kellettem szakítani gyorsan a felvétel, mert problémába ütköztem magzavarót a háttérben, a Csabikán szokott lenni. Igen, egyébként, hogy miért az ő csatorna elkerül fel videót tőlem? Mert megkért rá röviden. Na de. Még ki akartam térni azok a módok. Van ebben a játékban nagyon sok mód. Te lehet olvasni, hogy mit csinálnak, vagyis hát így tömören úgymond. Egyébként mindegyiknek különböző hatása van úgymond. Például a hardok, hát ugye oda vannak egyébként írva, hogyha ráviszem a kurzort, ugye van egyébként egy ilyen kockám, és hát nem kockáz, nem kockáz. Négyzeten belül még mód. Itt látható, hogy mik vannak, vagyis hát, hogy mit csinálnak. Viszont egyébként, ami nem érthető, azt elmagyarázó például ezt. Ugye, tehát mire odaérnél a körhöz, addigra eltűnik úgymond, és hát mire meg kéne üt, le kéne ütni, mert ugye az is számít, hogy mikor üssük le, mert van egy közeledő kör, ami hogyha a másik körnek a pereméhez ér, ugye akkor kell lenyomni a gombot, és akkor nagyon szép 300 pontokat kapunk. Az a legnagyobb, meg ugye van 150, 100 és 50, amik, hogyha rosszabbul találjuk el őket, akkor kapunk. Akkor itt van ez a V2 score, a Try the Future Scoring System, ez annyiba különbözik, ugye, mert ez majd jövőben talán lehetséges, ha be lesz vezetve, sőt valószínűleg biztos, hogy a sliderek, ugye vannak ezek a kis csúszkák, hogy nem mindegy, hogy mikor ütjük el. Na most ugye alapjáton itt mindegy, tehát amíg nem csúszunk ki egy adott skálán kívül, mindegy, hogy 300-at ad. Viszont ebben a modban, ebben már viszont az sem mindegy, hogy mikor ütjük, vagy ennél sem mindegy már, hogy hogyan ütjük le is. Ugye lehet itt is már 150-et kapni. Ugye egyébként csak 300-at lehetett kivéve, hogyha ugye kivetetted az egeret a csúszkából, mert akkor megint csak 100-akat lehetett kapni, vagy rosszabb esetben 50-et. Autó, ezt nem kell elmagyarázni. Spinnerek, na most vannak ilyen pörgetivaló dolgok, ezt automatikusan befejezi nekünk, hogy hát nem kellünk pörgetni. AP, hát ez nagyjából leírja normálisan, ezt is. Easy, ezt nem ajánlom senkinek, ez nem nehézség csökkentés, ez nehézség növelés, tehát ezt ide le kéne küldeni. NF és a Half Time. Na a kisebb zoom az azt jelenti, hogy vele annyira csökkenti a mapnak a sebességét, vagy hát a... Hát igen, a sebességét, ugye ennek az ellentétje. Olyan mondjuk az Easy a Hardoknak, vagy mondjuk a No Fail a Perfectnek, vagy a Suddennek. Most ez elég hülyen hangzik, de mindegy. Most pedig, hát talán mindent elmagyarázta, hogy még vannak itt rankolások is, ugye például... Ugye több játékos is játszik egy mappal, akkor hogyha a ranked vagy loved state-ben van, tehát hogyha rankoltra rakják, vagy pedig ilyen szeretetre, van, akkor ugye van ilyen globális helyezés, és akkor megjelenik a játékosoknak a pontszámai, de csak a top 50 egyébként. Ezen belül még ugye van a sajátjaink, azt is meg lehet nézni az országos, tehát ez nagyon fontos egyébként, csak sajnos ezt támogatónak kell lenni, ugyan a globális helyezés kiválasztott modoknál is, és a barátok helyezésénél is. Egyébként eléggé király kis dolgok ezek, csak sosem tudod használni őket. Mindegy, szóval vannak még itt a betűk. Mik ezek a betűk? A, B, meg S, meg szürke S. Ezek a pontosságra adott betűk, tehát ugye pontosságra adnak valamilyen betűt, ami lehet D, C, B, A, vagy S, vagy SS, meg ugye vannak a szürkék, az pedig akkor van, hogyha a flashlight, vagy hidden be van rakva, akkor kaphatunk szürke S-t.
hogy eltást kapni. Úgyhogy nem hagyunk ki egy nótot sem, tehát egy kört sem hagyunk ki, hanem mindent leütünk, és 93,5% fölött vagyunk, ha jól tudom. És ugye 93,5 és 90 vagy 87 között azt hiszem altad, meg stb. Stb. De egyébként az sem mindegy, hogyha viszont kihagyunk helyet, akkor nem lehet est kapni, tehát 99,99%-ot is elérhetünk, akkor is csak halt kapunk sajnos, mert kihagytunk egy nótát, és viszont ilyenkor már 92,5-nél már B-t ad nekünk, és stb. Stb. Na szóval van mindenféle map egyébként. Azt kell róluk tudni, hogy szinte mindenféle fajta zene van ebben, amit egyébként ugyanúgy játékosok csinálnak, tehát van egy ilyen community, amiben vagy hát olyan community is van, hogy mapperek, és ugye ezek csinálják ezeket a csodálatos mappokat nekünk. Na de végre játszunk ezzel a csodálatos játékkal. Kezdünk valami egyszerűvel. Hangot visszaadjuk rá, nem tudom, remélem lehet majd hallani. Egyébként lehet, hogy nem fog pofázni közbe. Wait. Ja, és az is lehet, hogy szar leszek, mert fár csak mind az állat. Discord, lol. Elfejöttem magam, hogy egy offline barakni, de mindegy. Ne csipok, kérlek! Nem a... Azt már érzem, hogy konzisztenci nincs. Meg jó sok sziklisszem van, vagy hát nincs sok, csak... Már csak hát mi, értetek? Hagyjuk! Aztán át fogom egyébként fejlődni. Ne csipogj már, kérlek! Na, lássuk, lássuk. Ah, szép volt. Egy hú, tovább is húzottam volna a drolt kombó. Nice. Egyébként ez elég jó playet ahhoz képest, mármint ilyet azért nem szoktam játszani. Ezen. Na, mondjuk ennek a vége is jó lett. Na mindegy. Azt mondom, hogy top play. Igen, ez top play lett. Ugyes vagyok. Ilyen accuracy-en saját magat lebombáztam. Na lehet az combo game, csak itt jelenek. Jó, ez már más gyorsba. Már mindjárt aludni kell. Palmat nem akarok nyomni, mert nem vagyok bennük jó. Ajjajjaj, jinxed. Ez jó map. De miért nem érve rajta B? Egyébként a mellében van valami mindegy zenének az zenéje. Ott. Mindegy zenének a neve.
Me too. Az szép. Jaj, ez a szarma. Jaj, akkor ma érteni érve rajtad én. Nice, shit miss. Nekem nem működik ma. Fél után csak megtaláltam, mit akarok eljátszani szerintem. Ez egy nagyon szuperisztikusan jó, mert nem is értem, hogy a akarom mondani, hogy hogyan nem lett ranked, jó van. Demonetize. Nem tudok egyébként tovább tudni olvasni. Azt hiszem egyébként annyi. Tök mindegy, az éles tök egyébként, úgyhogy annyira mindegy. Ja igen, majd valaki valami ilyen stream practice videót küldjön ma nekem, baszki. Ha valaki megtölt engem streamen, akkor külön fizetek is. Majd, hogy pontosan, mert pont a tanulpásztát tudok. Hoppa, szanyan a járgáncs. Véletlenül. Ez nagyon szar darab lett. Hát igen, nekem ezek most nem mennek. Nekem nagyon jó napomnak kell lenni. Vagy hát igazából nem is jó napomnak, hanem hogy nem járgok én néhány kezdeni játszani, mert be sem melegedek vagy ilyesmi. De ne, mindegy. Nyomni kéne valami ott is, amit el tudok peszteni, például ezt el tudom. Két van itt, hogy nagyon szar napom. Azt mindig elfelejtem lehúzni. Vagy fel, nem tudom. Lenni főt. Szépen elkaptam mondjuk. Szar vagyok, mi az állok. Hát nagyon rossz, 17 ibám szeretek élni. Csak 18. Sajnodjél valami gyorsan még. De itt nagyon jó, hogy van egy gyakorlán valami értelme tovább játszani a gyakorlatot. Ha nem tudom persze, akkor vége. És igen, tök jó malos, csak brasztak vannak benne, amiket gyűlölök. Thank you.
szép kedvem. Nagyon szar, nagyon rossz. Ezt egyébként FC-n szoktam az elejét, de most még csak a közelébe sem vagyok. Persze van rajta, mert nincs semmit elme játszani. Zajra FC szoktam, elég egyszerűen. Már az látom, nem egy olyan play, de mindegy. Azért mert fosek jössz én, mert brasztok társadal. Nyilván. Nem is én játszanom. Azt mondtam, hogy ez az elképesztően rossz volt. A legrosszabb play-em civile. Nagyon legy, mert talán nem küzdök. Köszönöm szépen, végignézted. Meg Csavika is. Sziasztok!